A tegnapi előadáson 30 kismama vett részt. A szervezők felhívták a jelenlévők figyelmét arra, hogy mennyire fontos az anyateljes táplálás, és hogy ez milyen jelentős hatással van a baba egészségére. A szervezők szerint fontos a közösség támogatása is. Az anyateljes táplálkozásról nagyon keveset beszélünk, és ez valahogy eddig úgy volt, hogy ez az anyának a feladata, hogy ő eldöntse, és hogy ő megküzdjön ezekkel a nehézségekkel. Viszont ez nem így van, ez az egész társadalomnak, az egész közösségnek a feladata, hogy támogassa az anyukát és az újszülöttet. Mivel hogy nyilván, hogyha a baba anyateljes anyatejen van, kevesebbet fog megbetegedni, egészségesebb lesz. A résztvevő babák mászó versenyen az idősebb 2 és 4 éves korú gyerekek számára pedig egy játékos akadélypályát alakítottak ki. Ez egy családi program, nekem mindkét gyerek megfelel a programnak, mármint a kisebbik mászni fog, ő 8 hónapos, az idősebbik pedig 3 éves, és ő a poligonon fog részt venni. Fontosnak tartjuk a családi programokat, és amikor csak lehet, részt veszünk rajtuk. Az idősebb lányom az 3 éves, és gondoltam benevezni a poligonra, ami lesz nekik az idősebb gyerekeknek. A kicsi az 1,5, hát ő neki most még nincsen semmi, de érdekes lehet neki is. A szervezők az év folyamán szeretnének további előadásokat szervezni a kisgyermekes édesanyák számára, egyebek mellett a baba ápolásról, az idősebb gyerekek szüleinek nevelésére, és kamaszkorról.